Az új városháza nem barokkosra fog felépülni, ahogy az elsődleges tervekben szerepelt, hanem az új stílusban, szecessziósra. Jakab Dezső építész is felszólalt a mai ünnepi műsorban a Városháza a Szabadkai Csoda című darabban a Népszínház társulatának előadásában. Több mint egy évszázaddal ezelőtt Bíró Károly a város akkori polgármestere nagyot mert álmodni, és azt meg is valósította. A Szabadka körüli megműveletlen földterületet eladta, és abból felépítette a település legnagyobb palotáját. Legyen ez az épület a maga hatalmas méreteivel hírnöke a város nagyságának és egyre növekvő erejének. A szabadkaiakról azt tartják, hogy elvesznének a világban, ha nem lenne a Városháza tornya. Hálásak lehetünk elődeinknek a monumentális épületért, amely a város szimbóluma lett. Fel kell hívni az eljövendő nemzedékek figyelmét arra, hogy óvják és őrizzék. Páratlan ez az épület, vannak hasonlóak, de ilyen nincs. Megérdemli, hogy méltán ünnepeljük, és természetesen ez egy óriási dolog, hogy 100 évet megélt, hogy ilyen állapotban van, és hogy hát hagyjuk örökül utódainknak, és vigyázzanak rájuk is. Az épület homlokzata csak úgy, mint a belső terek is, a magyar népi építészet jegyeit hangsúlyozza. Mondta egykoron Komor Marcell, aki az építmény építészeti szempontból fontos elemeit tervezte. Alkotópárja Jakab Dezső pedig a finom részletekért, a díszítésért, a belső terek kialakításáért felelt. A díszterem vitrázsain számos magyar történelmi nagyság látható. Árpád vezér, Szent István király, Szent László király, Korvin Mátyás, Nagy Lajos, Könyves Kálmán. Ők csak páran a történelmi alakok közül. A város jelenlegi polgármestere csodálatos építménynek nevezte a Városháza épületét. A jubilej jednog veka szecesi v našem gradu, 100 godina od otvaranja ove prelepe gradske kuće. A Városháza nélkül Szabadka nem lenne ugyanaz. Az már nem lenne ez, és ilyen Szabadka. És talán a szabadkaiak se lennének ilyenek.